Biztosan figyelemmel kíséri mindenki, amikor jön, hogy mi a cím az előadásnak. Az előadásnak most az a címe, ez egy titokzatos cím. Mit cselekszik bennünk Isten lépésről lépésre üdvösségünk érdekében? Erre még egyik másik lelkész is azt kérdezte, hogy nem megfoghatatlan ez a cím, úgyhogy egy kis dogmatikai, rendszeres teológiai bevezető pár mondatot hadd mondjak erről, hogy ezt a rendszeres teológia tankönyvek az üdvösség útja címen tárgyalják. Az a titokzatos cím is szokott fölötte lenni ennek a fejezetnek, hogy az üdvrend, és körülbelül öt olyan sarkos fogalom van, amit a református teológia is ez alatt a cím alatt tárgyal, és a református hitvallásnak is, a református teológiának is sarkalatos pontja ez a téma. A következő öt fogalom mellett fogunk megállni ma este. Elhívás, újjászületés, megtérés, megigazulás és megszentelődés. Most kérem szépen, hogy őszintén valljuk meg, hogy kinek ismerős mind az öt fogalom. Igehirdetésből, bibliaolvasásból, ebből abban. Senkinek olyan nagyon nem. Egyik kollégám nem itt, hanem máshol. Mászkálok össze-vissza az egész országban, és prédikálok meg, előadok meg minden. Mondta azt, református kollega, hogy elnézést már, erről tartasz előadást, ez egy ilyen szektás kifejezés. Aztán elmondtam neki, hogy amennyiben azok, mert mi történelmi egyházak nem nagyon kezeljük esetleg rangjukon ezeket a kifejezéseket. Úgyhogy hadd valljam meg őszintén, hogy ennek az előadásnak az anyagát, ennek az öt témának a közelségében nem a baptista teológiából, a metodista teológiából, az adventista teológiából, vagy a hídgyülekezete teológiából vettem, hanem a legfontosabb szakmai irodalom, amit sok más mellett is átnéztem ezekben a témákban, az Ravasz László kis dogmatikája. Hát Ravasz Lászlóra elég nehéz ráfogni, hogy ne lett volna tőzsgyökeres református teológus. És Sebestyén Jenő dogmatikája, aki kifejezetten a történelmi kálvinizmusnak az egyik nagyon fontos teológusa, és aki őrnyi fejezetet szentel ennek a három kifejezésnek. Tehát ha mi máshonnan halljuk vissza ezeket a kifejezéseket, lehet, hogy ez azért van, mert ezeket a fontos dolgokat mi nem nagyon hangsúlyozunk esetleg a református egyház. Szóval, az elhívás. Beszélünk általános külső elhívásról és személyes elhívásról. Arról van egyszerűen benne szó, hogy Isten öröktől fogva az övéjét kiválasztotta. Bizonyos vagyok benne, hogy ez, hogy kiválasztás már egy kicsit közelebb van a fülünkhöz. Krisztus az idők teljességében ezekért a kiválasztottakért végrehajtotta a váltságnak a munkáját Jézus Krisztusban. És ha, hogy legyek egy kicsit tanár, ha definiálni kellene, hogy mi az, hogy elhívás, akkor azt mondanám, hogy
Istennek az a tette, amelyen az embert a bűn állapotából, az ige hirdetése, a Szentlélek munkálkodása által átviszi a kegyelemnek az állapotába. Ismételjünk egy kicsit. Beszéltünk arról, hogy az Édenkertbe beleestünk végzetesen a bűnbe és a kárhozatba, és azóta mindnyájan úgy jövünk a világra, mint kárhozatnak, halálnak kitett emberek. Az elhívásban viszont Isten megszólítja azt, aki az övé. Az ige hirdettetik, és a hirdetett ige, az írott ige, az olvasott ige alkalmas arra, meg a látható ige, ezek a sákramentumok, hogy megszólítsák az embert, és tudtára adják, hogy Isten kiválasztó szeretetében vannak. Hogy Isten őket Jézus Krisztus áldozatával visszahívta az üdvösség, a kegyelem állapotába. A személyes elhívás az, amikor a kiválasztottak erre válaszolnak is. Ezek meghallják, hogy Isten a világnak üdvösséget és örök életet ad. Ezek az elhívottak meghallják azt, hogy ebben bűnbánó szívvel hinni lehet. Ezek meghallják azt, hogy akik hisznek, elnyerik a Jézus Krisztusban felajánlott üdvösség. Olyan jó dolog volt erre készülésemben, arra visszaemlékezni, amikor egy érlelődési folyamat során én bennem egyszerűen valóság kezdett válni, hogy Jézus Krisztusban Isten engem szeret. Hadd nyissak egy kis zárójelet, és hadd tárjak a testvérek elé egy érdekes dilemmát, ami egyébként ezt az egészet alához. Szokták mondani, hogy ugyan már elhívott az Isten. Hát úgy neveltek téged, meg az életednek különféle körülményei során közel kerültél templomhoz, Bibliához, egyházhoz, hitvalló nagymamához, vagy nem tudom én mi, és egyszerűen belesodródtál ebbe az egyházi helyzetbe. Ennek ezer dolog ellene van. Miért van akkor az, hogy Sámuel próféta gyereke, pedig tényleg az oltár körül telt az élete, meg ott nőtt fel az apja környezetében, nem sodródott bele? Miért van az, hogy a saját első unokatestvére, aki ugyanúgy 70 éves volt, mint én, nem sodródott bele. Tavaly temettük a nagynénémet, az ő édesanyját, és az édesanyja sírjánál mondtam neki, te drágám, anyád, imád, ne beszélj, engem meg sem érint. És tényleg őt egész élete során meg sem érintette. Én meg miért érzem úgy? És ez nem az én érdemem. Hogy is lehetne az? Én meg nem tudok nélküle élni. Ugyanabban a családban és rokoni környezetben nőttünk fel a templom árnyékában. És az érdem, meg nagy valószínűséggel a hallgatóimat is, hogy Isten üdvösségre elhívó szeretete érintett bennünket, és mi ezt elhittük. Nagy valószínűséggel az a gondolat formálódik többekben, hogy akkor most én el vagyok hívva, vagy nem vagyok elhívva.
ki vagyok választva Isten által, vagy nem vagyok kiválasztva. Ha nem volnál, tudni biztos, hogy nem ülnél itt. Ha nem volnál, egészen biztos, hogy ilyen sovárgó tekintettel nem néznél az ige hirdetőire, vagy az előadóra. Még a jegyzetelésig is említ. Ha nem volna ott a szívedben az a vágyakozás, hogy ezt a csodát, hogy Isten kiválasztott a halál helyett az életre, a kárhozat helyett az üdvösség. Semmiféleképpen nem lehetne igaz, hogy elhívott az Isten, de bizonyos, hogy elhívott a szereted és mély után, és keres, és elhisz. Hogyan történik az meg, hogy elhívott az Isten? Hát testvéreim, akik jönnek és azt mondják, akár ebben a kapcsolatban, akár majd a megtéréssel, vagy akár mivel kapcsolatban, hogy ez nem pont így, meg nem pont úgy, meg nem pont ekkor, meg nem pont akkor történt volna, meg ha nem tudod megmondani, hogy pont mikor, akkor az nem is az volt, meg mit tudom én, az össze visszavesz. Megvalósulhat egy Isten tiszteleten, egy egyéni csendességben, független minden feltételtől, csak Isten örök tanácsvégzésétől nem, mert éppen annak az érvénybe léptetése. Egyszer csak Isten az élete során valahogyan, valamilyen titokzatos módon megszólítja azt, aki az övé. És ha te ennek a kérdésnek a sodrásában élsz, hogy hogyan üdvözülhetsz, és hiszel a megváltó Jézus Krisztusban, akkor már réges-rég utána vagy, hogy megszólított és elhívott téged az Isten. Keresed, hogy hogyan, ki tudja, meg hogy mikor. Csak hogy immáron benne élsz a Jézus Krisztusba vetett hitben. Az újjászületés, a Szentléleknek az a munkája, amely a még bűnös, megromlott, de kiválasztott és elhívott személyünket természete szerint újjáteremti. Eredménye, Pál apostol például úgy fogalmazza meg, hogy attól kezdve nem én élek többé, hanem él én bennem a Krisztus. Olyan egyszerű. A maga bonyolultságában és titokzatosságában is. Egyszerűen arról van szó, hogy jaj, de sokszor reagálhatnék úgy az élet különböző jelenségeire, ahogy Kovács Dániel eredendően a maga lobbanékonyságában. Majd megmutatom természetével, engem úgy se győztök le alkatával, vagy reagálhatok önmaga ellenére, úgy, ahogy a Krisztus reagál benne. Ez bírnak. Nem vagyunk kész keresztények, tanítványok vagyunk. De a megújult természetnek az a sajátossága, hogy engedi Jézus Krisztust cselekvésben, szóban, reagálásban cselekedni önmaga természete helyett. Azt hiszem a másik csoportban is elmondtam, hogy pár évvel ezelőtt még ott a Békési nagy iskolában egy felfokozott hangulatú tanári értekezleten a végén valahogy el tudtam ereszteni a társaságnak a feszültségét, és a végén majdnem, hogy felnevettünk önmagunkat. És azt mondja az egyik kolléganő, hogy Dani bácsi, honnan vette ezt a kötél idegzetet? Az olyan jobb nevette ott is van, én elég gyenge idegzetű ember vagyok.
És ha én reagáltam volna, akkor biztos, hogy nem a vége felé, hanem már az elején, és biztos nem úgy, mert határoljam el neked, mondtam, kinyílt a bicska a zsebe. Nem mindig volt így. Jaj, de kár, amikor nem így volt. A nyakamba borult az egész helyzet, és jogosan, amikor nem így volt, amikor a magam természete érvényesült. Az apostol írja, isteni természet részeseivé lehetünk, munkál bennünk a Krisztus természete az újjászületésben. És mennél inkább odaadjuk magunkat imádságos belső késztetéssel ennek, annyira tudunk önmagunk felé emelkedni a Krisztus természetével, a magunk természetét hátrahagyva. Pál apostol úgy fogalmazza, hogy ó ember, meg új ember. Hogy hívták mentálhigiénés lelkipásztort Budapesten, Pasaréten, aztán máshol Újpesten, azt hiszem, hirtelen akartam kimondani a nevét, sok ilyen könyve van. Ő meg úgy fogalmazott, hogy homo sapiensből homo christian. Tükös ilyen. A nevekkel újabban már. Igen, igen. Gyökös érdekes. Egyszerűen mindig gondol a Szentíráson, hogy Isten megszólítja tehát azt, aki az övé, és az ő újjászülő szeretete isteni természet részeseivé tesz bennünket, és egyre inkább majd a megszentelődésnél beszélhetünk arról, válunk arra Isten által alkalmassá téve, hogy a Krisztus természetével reagáljunk a dolgokra. Több évvel ezelőtt többször beváltam az ott. Hogy megy előre az élet, meg az ige, meg az imádság, meg a Krisztusra tekintés, egyre kevesebb szer, csak hogy mondjam, az rettenetesen egyszerű példa. Egyszerűen mérhetetlenül kevesebb megsértődés jut adott tárgyhétre, mint korábban. Lehet benne fejlődni. Ez Isten munkájának. Eredménye életközösség Jézus Krisztussal, öntudatlan, kiszámíthatatlan, mint a fogamzás ténye ott az anyaméhben, a többi, az áldott állapot, meg a szülés, az kézzelfogható matéria már, de azt a legjobb szülész-orvos se tudja megmondani hajszál pontosan, hát úgy besatszolják az időpontot, és nagy ritkaság, hogy amikor kiszámítják az időt, akkor szülessen meg a gyermek. Valamikor megfogadt Isten újjászülő szeretetét. Egy bibliai példa. Nikodémus oda megy éjjel Jézushoz, zsidó főember, és el akar kezdeni Jézussal beszélni egy nagy teológiai tételről. És Jézus keresztbe vágja Nikodémusnak, nem is a beszédét, nem is arra válaszol, amit Nikodémus mond neki, hanem csak lesünk ott a János evangélium a harmadik fejezetében, egyszer csak a szavába vár az öregnek, és azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És Nikodémus hátrál, meg majdnem hátraszartódnak, meg mit tudom én, hogy én teológiai vitára jöttem, mester, fordíthatnánk így is a magatartás. És mikor Jézus azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ez azt jelenti, hogy a kereszténység az nem egy tan, hanem élet. Jézus elvágja a fonalat és azt mondja, az én ügyem az, Nikodémus, hogy a te életed megújuljon, más legyen. A kereszténység nem tan, nem világnézet, nem vitaanyag.
hanem életátalakulás, győzelem a bűn felett, tettekben megélt szeretet, láthatóvá váló krisztusi indulat, mindenkinek szolgáló alázat, azaz az újjászületett élet, ami ezekben a felsoroltakban és nagyon egyszerű életmozzanatokban nyilvánul meg. Amikor ez a természetváltozás megfogad, és természetesen növekednie kell, mint a gyermeknek, a fogamzás után a világra jövetelig és a felnövekedésig, ne menjen el senki kóros bűntudattal, ha ő nem ott, hanem még csak itt tart ezekben a kérdésekben, az újjászületés dolgában. Van egy olyan igény, hogy amit az Isten elkezdett, azt be is végzi. Tessék nyitottnak lenni rá. A harmadik fogalom a megtérés. És ahogyan az elhívásról és az újjászületésről elmondtuk, hogy ez kifejezetten az Isten titokzatos munkája, egyikről sem tudjuk föltétlen, hogy mikor kezdődött el. Ritkaság az, mint Pál apostolnál, hogy a damaszkuszi úton ott és akkor és úgy. A megtérés az az újjászületés következménye, és nagyon nem öntudatlan és kiszámíthatatlan. Az emberi élet legnagyobb forradalma és leszámolása, és saját magam által tudatosan irányított folyamata a megtérés. Meg akarok térni, más akarok lenni, hinni akarok, Jézust akarok, üdvözülni akarok, és ennek érdekében, ennek feléje fordulok. Az ember egész külső és belső világának az átrendezése a megtérés. Megfordulás 180 fokban és irányváltoztatás nem a halál felé, hanem az élet felé. Nem a kárhozat felé megyek, hanem az üdvösség felé megyek. A gondolkodás irányultságának a megváltoztatása a megtérés. Mi történik a megtérésben? Próbáljuk ezt is közelebb hozni. Az ember a hívás irányába fut. Belátja, hogy nem jó úton jár. Nem az élet, hanem a halál felé. És felébred egy elemi erejű érzés benne, a bűnvár. Szintén nem régen hallottam valakitől, hogy kár volt elmenni arra az evangelizációra neki, mert a bűnbánatról beszél. Hát akkor kár volt tényleg. Most így, ahogy mondod, borzasztó nagy kár. Felébred az emberben annak a meglátása, hogy én vagyok az oka a nyomorúságomnak, nem mások, és főleg nem Isten. Az, hogy én Isten nélkül való vagyok, és szemrebben és nélkül belemegyek olyan dolgokba, amire Isten azt mondta, hogy nem, ennek én vagyok az oka. És ez fáj. És ez bánat. Én ezt szégyellem, és én ezt nem akarom. Más irányba akarok menni, ebben az egész kocsmaszból ki akarok jönni. Gondolataimban, döntéseimben, szavaimban, cselekedeteimben más ember akarok lenni. Igent akarok mondani, amire igent mondott az Isten, és nemet akarok mondani arra, amire nemet mondott az Isten. Pál apostol hogy fogalmazta ezt meg, amikor a damaszkuszi úton megtért utána? A Krisztusért
mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak hogy a Krisztust megnyerje. És ez a minden, amit ő kárnak és szemétnek ítélt, nem akármi voltak ám, az ő zsidó neveltetése, Gamáliel lábainál szerzett zsidó diplomája, az ő zsidó bőveltsége, az rettenes nagy ügybuzdósága, mögöttes háttér tanulmányai és hite alapján. Neki erre kellett azt mondani, hogy ne. Hanem feléje fordult a Krisztusnak. Elfogadjuk az evangéliumot, kockázatos döntés, mint egy ráállunk a felénk dobott deszkára, és megrendülve látjuk, hogy a hit igazolja saját magát, és mérhetetlen öröm és békesség fog el, és érzem, Pál apostolt idézem megint, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és elér nékem az ő kegyelme. És ami benne talántán kapáloztam, átkozódtam, rendezkedtem, vádoltam, nem tudom én mit csináltam, bosszulkodtam, abban egyszerűen nem vagyok részes többé. Másfelé. Köthető élményhez vagy időponthoz, akár igen, láss át. De a megtérés nem az élményért és a dátumért igaz, hanem az újjászületés. Újjászületés nélkül is átélhetünk egyfajta hangulati tömegélményt, az élmény az elszáll, és nem marad semmi. Az újjászületésnek passzív, a megtérésnek nagyon is aktív résztvevői vagyunk. Olyan egyszerű, amikor erre bibliai példákat hozunk. A tékozló. Megy egy bizonyos irányba, és elfogyott teljesen az atyai örökség, és eljut egészen háttal az atyai háznak, a pogány ember disznóinak a vájójáig. És ott leül, és azt mondja, nincs tovább. Visszamegyek az életemhez. És azt mondom neki, hogy atyám, és itt van, amit mondtam, a bűnbánat ébredése, védkezte ellened és az ég ellen, és nem vagyok most már méltó, hogy fiadnak hívhattassam, legyek olyan akár, mint egy szolga, csak nem. Meg kell. Péter, apostol. Nem bírt halat fogni, csodálatos módon Jézus segít neki, és amikor látja a kegyelemnek azt a gazdag megáradását, hogy Jézus valamit csinált, ami nem szorítható be a halászmesterség értelmezési keretei közé, akkor leroskad arra a lucskos hajódeszkára, és azt mondja, hogy eredj el én tőlem, uram, mert én bűnös ember. Egy megelőző napon azt mondta volna Péternek valaki, hogy te Péter, te egy bűnös ember vagy, azt szoktam mondani, hogy Péter azt fejbe vágta volna az evező lapát. De amikor négy szem közt került a csodás kegyelmű megváltó Jézus Krisztussal, ott kifakadt belőle a bűnbán. És megfordult. És imádkozott. És megvalasztott. És nem csak bibliai példákat lehet használni. Én mindig elmondom a megtérésnek a témakörénél azt a kisgyermek élményemet, ami véleményem szerint egy nagyon erős élmény az én Krisztus felé fordulásomban. Volt a pici falunkban egy falurosszal, már elmúlt középkorú ember. Senki nem tudta a kocsmában az asztal alá írni. Megnyerte a káromkodó verseny. És egyszer valakinek sikerült a lehetetlen. Elhívta őt egy evangelizációra, és eljött. Na az a kép elkísér engem a halálig, amit akkor láttam, mikor az Isten tiszteletnek vége lett, és Szegléni bácsi kijött a kis imaházból. Megállt a lépcsőn, elővette a pipát,
megfogta és elhajította a bokrok közé, meg a dóznit, abban volt a vágott dohány. És a fák közül odalátszott a kocsma a másik utcában, és azt mondta, hogy oda pedig többen nem megyik. És háttal fordult annak, és feléje fordult ennek a kis imaháznak, feléje fordult a Krisztusnak, és oda többé tényleg nem. Emlékszem rá, hogy tönkre mentek a lábai rettenetesen, ott akkor letérdelve imádkoztak imaórán az emberek, és neki sokáig kellett a fájós lábát igazgatni. Nem azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, csak mondom, hogy tőle láttam, mindig úgy kezdte az imádkozását, hogy menj béli felséges Isten. És emlékszem egy imádkozására, ami két mondatos volt, az egyik ez a megszólítás, a másik meg így hangzott, hogy én arra kérlek téged, Uram, hogy gyógyítsd meg a fájós lábamat, de ha nem tennéd, én akkor is nagyon szeretlek téged. Ettért. Döntő. Legyőzte régi énjét benne a Krisztus. És hallottam jó néhány laikus imaóra vezetését. Azt a nagyon-nagyon-nagyon egyszerű. De megragadott, és Krisztusban kapaszkodó szavaimmal, amit a maroknyi gyülekezetnek elmondott. És az utolsó előtti a megigazulás. Hát ez egy jogi fogalomnak tűnik, és az is valahogyan a Bibliában. Mi az alaphelyzet? Olvasom a Filippi 3.9-et. Találtassa ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a történet. Hanem van igazságom a Krisztusba vetett hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Miről van szó? Az újjászületésben Isten az embert igaznak nyilvánítja, mert nem igaz. Miről van szó? Arról, hogy az, hogy én az Istennel háborús kapcsolatba kerültem az életemben, és ehhez hozzágyűjtettem a magam aktuális bűneit is e földi életemben, ebből az Istentől való elszakadásomból én nem tudok kiszabadulni a saját magam erejével, és felkínálni valami engem igazoló tételt, hogy azért. Tetszenek érteni, miről van szó? Mintha egy bírósági tárgyalást képzelnénk el. Halálos bűn van a fejünkön. És nincs mit mondani annak érdekében, hogy tegyék semmissé az ítéletet. Mert nem lehet a bűnt semmissé tenni ott és ott. És jön Jézus Krisztus, aki azt mondja a jó Istennek, hogy hadd vegyem magamra az ő halálos bűneiket. Te Uram, töltsed ki én rajtam a nekik járó bűnt. Engem tekints úgy, mintha minden utálatosságokat én követtem volna el. Teljen be én rajtam a te igazság. És ő rájuk tekints úgy, mintha olyan makulátlanok, tiszták és szentek lennének, mint én. És Isten Jézus Krisztus Golgotai áldozatáért ebben a közbülső megoldásba belement. Ez a meg. És Jézus Krisztus igazságát nekünk tulajdonítja. Ilyenkor én mindig úgy érzem, hogy ebbe bele kell szédülni, vagy nem tudom, mit kell csinálni. A megigazolás tehát Istennek az a tette, amellyel a Krisztusba beöltött hívő úgy tekinti, mint magát Krisztus.
Újba veszi, mintha mindazt, amit Krisztus tett és szenvedett, az ember maga tette és szenvedte volna. Azaz, Isten Krisztus igazságát ingyen kegyelemből nekünk tulajdonít. Nincsen olyan képlet, hogy én ezt meg azt cselekedtem, és ezért majd üdvözlök. Csak olyan van, hogy Jézus Krisztus azt cselekedte, amit a Golgotán értünk halt, és ennek a cselekedetnek a révén ő rajta beteljesedett Isten igazsága, és azt nekem tulajdonít. Bocsáss meg nékem, Jézus Krisztus. Másért soha, de ezért igen. Eltöröltetik bűneink minden adósságaiban. Kolossé 2.14-ben azt mondja az apostol, hogy adós levelünket, bűneink adósságának a dokumentumát odaszegezte Isten a keresztfára. Nagyon szemléletes. Ezzel megszűnik az ellenséges viszony Isten és az ember között. És mindez hitáltal megy végbe. Kísértéseknek, bukásoknak vagyunk továbbra is kitéve, de mindez alkalom arra, hogy az Atya szeretetét még jobban megtapasztaljuk. Van növekedés a kegyelemben. Ilyenkor mindig, akik ezt értő szívvel hallgatják, arra gondolnak, hogy hát én ebben nagyon nem vagyok perfekt. Továbbra, hogy én is rettenetesen nem. De hittel hiszem, hogy Jézus Krisztus áldozatáért és az ő igazságáért én nékem üdvösség. Érdemes ebben a meggyőződésen megjelenni. És innentől kezdődik a megszentelődésnek a folyamat. Istennek az a munkája, amellyel ő a Krisztusban újjászületetteket, öröklött bűnösségéből egyre jobban megtisztítja, és alkalmassá teszi arra, hogy az ő nevét jó cselekedetekkel szenteljék meg egyre inkább. Ez egy folyamat. És ráadásul nem így megy felfele, nem így. Meg mikor? Lépésenként befejezett megtérési folyamat tulajdonképpen, a megszentelődés. Normálja az ige, mint törvény és evangélium. A megszentelt keresztény élet gyümölcsei a jó cselekedetek, és itt meg kell állni a jó cselekedetek kérdésénél, hogy azt szokták ránk reformátusokra mondani, hogy mi annyira hangsúlyozzuk, hogy nem cselekedetekből, hanem kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk, hogy miért állítjuk mi azt, hogy a cselekedeteknek semmi szerepünk nincsen az üdvösség tekintetében. De hogy állítunk ilyesmit? Csak a helyén kell kezelni, és nem a feje tetején állítani meg ezt a képletet, hanem a talpán. Nem azért cselekszünk jót, hogy üdvösségünk legyen. Meg sem voltunk még, amikor volt már. Jézus Krisztusban a Golgotán meg lett számunkra szerezve. És amikor ezt elhittük, akkor valóságá válhatott a saját önön elménk és hitünk számára is, hogy Isten kiválasztott bennünket. És onnantól kezdve megpróbáltunk a lehető jobban megfelelni ennek a kegyelemnek, ember voltunkhoz képest több és kevesebb sikerrel a halálunkig. Nem azért cselekszünk jót, hogy üdvösségünk legyen, hanem azért akarunk mindenáron jót cselekedni, és egyre többet, és egyre jobbat, mert felismertük, hogy üdvösségünk van. Mindig ezenben van az a drága
Prezsére testvér, akinek a kezét fogtam haldoklásakor fiatal lelkész koromban Szabolcsban. Hogy azt mondja nekem, hogy ugye tiszteletes úr, jó hívő voltam, ugye? Üdvözül. Hát mondom, az én megítélésem szerint jobb volt, mint száz másik. De ha üdvözül, akkor az azért lesz, mert Jézus Krisztus meghalt a Golgotán. És nagyon jól tette, hogy erre válaszul jó hívő volt. És mindig jobb és egyre jobb. És ha valaki elhitte és feléje fordult és újjászületett és megtért, az egyre inkább egyfajta küzdelemben él azért, hogy Isten akaratára, a cselekedeteivel, a szavaival igent mond. Cselekedeteink kell, hogy nagyszerű válaszok legyenek Isten elhívó, újjászülő szeretetének. Nem üdvösségszerzőjek, kifejezik a megváltott ember háláját, jelek és bizonyságok a kiválasztottságról, misszió a fele barát felé, és szolgálja Isten dicsőségét, amikor sikerül. És a megszentelődés az a folyamat, amikor ez egyre többször sikerül, de záloga az életünk utolsó pillanatában sem lesz az üdvösségünknek, mert annak a záloga ennél biztos. Az nem a mi cselekedetünk, hanem Jézus Krisztus cselekedet. Aki meghalt értünk a munkat. Testvérek, ez érdelmetlen, nehéz. A maga szépségében, mélységében és gyönyörűségében érteni és elfogadni. Az ingyen kegyelemnek a csodája. Annyi küzdő embert látok, hogy figyelj, ha rám nézel, látsz bennem annyi jót, hogy üdvözüljek? Nem! A nagyobb baj az, hogy magamba se. De az Istenben látok annyi jót, hogy úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az ne vessen el, hanem örök élete legyen, és Jézus Krisztus felvállalta az ő megváltó művét. Hogy amit én nem tudok kicselekedni, megcselekedni, kiimádkozni, kitemplomba járni, meg adakozni, meg nem tudom én mit csinálni, azt ő elvégezte, értem? Neki feszülök a megtérés folyamatának, elfogadom a megigazító kegyelmet, és botladozok előre úgy, ahogy a megtérésnek az útján, és mélységesen hiszem, és bízom abban, hogy kipótolja Jézus Krisztus cselekedete és áldozata a kipótolni valót, mert rettenetesen ki kell pótolni, mert borzasztóan semmi az, ami én tőlem telik. Még akkor is, ha én vagyok a csodatévő szent, vagy nem tudom én micsoda. Mondtam valamire egy példát, nem tudom, hogy mely csoportban volt már, de ez olyan dolog, hogyha mégis én akarok a cselekedeteimből üdvözülni. Nagyon szeretem a térképet nézni, nem tudom, hogy volt-e valami. Előttem a világtérkép, bal felől ott van az Amerikai Egyesült Államok, lent, délnyugaton van Kalifornia, annak is a téli részén Los Angeles. Ha onnan légvonalba húzunk egy vonalat, Sydney irányába az ausztrál partokig, az 12.073 km. Ha nem kerülgetjük a szigeteket, meg a viharokat, meg a cápákat, csak akkor. 12.073 kilométer. Nos, rágyúrok, úszóleckéket veszek, és azt mondom, hogy Los Angelesből elúszok Sydneybe. Elfogok? Mert csak akkor maradok tegyük fel életben. Nem fogok. Esetleg hirtelen akartam az úszóbajnoknőnk nevét kimondani.
Katinka. Igen. Jó messze el. És talán, ha még segítenek, mi is eljutunk pár száz méterig, de tegyük fel pár kilométerig. És ott esetleg eljuthatunk addig az állapotig, hogy elkezdünk egymásnak utogatni, te csak 250 métert jöttél, én meg 1600-at. Na és nem mindegy, hogy hol kapja a cetha, vagy a nem tudom én. Egyféleképpen juthatok át. Vagy repülő kell, hogy átvigyen, vagy hajó kell, hogy átvigyen. Valaki kell, hogy átvigyen, mert én nem tudok átmenni akkor se, ha én vagyok az úszóbajnok, a úszóbajnok. Nem tudok üdvözölni saját magamat. Akkor se tudok üdvözölni, ha a megszentelődés útján csodára vagyok már képes. Még mindig csak a part közelben edz. Jézus Krisztus Golgotai áldozata visz át. És olyan egyszerű, amit tennünk el, befejezésre mondom, miközben látom, hogy mindenkinek csikorog az egyet. Azt mondani, hogy Uram, köszönöm, kérek szépen, elhiszem. Beszéltünk az általános elhívásról, hogy kihagytam egy példát. Olyan, mint a Máté evangéliumában, a 13. részben a magvetőnek a példázatában olvassuk, hogy a magvető megy, és szólja a magot. És van, ami ilyen földre esik, a gazda, ami kitaposott ösvényre, meg mit tudom én, és van, ami éppen jó földbe esik, és csapott. Elmondom a saját hitvallásomat, ebben kapcsolatban egy kicsit egyháztörténeti keretekbe helyezem. Én tudom, hogy itt felmerül ilyenkor a kálvini kettős predesztinációnak a kérdése, hogy Isten öröktől fogva az ő világ keletkezése előtt való örök tanács végzése szerint egyeseket ellen. Kárhozatra másokat meg ellen. Üdvösségre rendelt, és a hívást azok hallják meg, akik az utódjuk. Idézem Török István dogmatikáját, református teológus, aki azt mondja, veszi még? Nem baj. Azt mondja, idézem, idézőjel nagy betű, ez az evangélium gyökeréig ható ellentmondás. Ha az én személyes hitvallásomat kérdezi bárki, akkor azt mondom, hogy Isten elhívó szeretete mindenkinek szól, és Jézus Krisztus áldozatán bárki elfogadhat. Úgy szerette Isten a világot, idézlek néhány, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Apostoli levelünk. Idézőjel mondjuk. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön, és az igazság ismeretére eljusson. Egész lelkipásztori életem során nem szerveztem volna soha evangelizációt. Ha igaznak tartottam volna, hogy van, akinek nem érdemes prédikálni úgy. Bocsánat, egy nénike mondta egyszer középkorú lelkészkoromban. Nem megyek én, tiszteletes úr, én ki vagyok választva, meg vagyok győződve róla, ha fene fenét eszik, én úgyis üdvözlök.
Hát ez nem így. Mint ahogy nem is úgy működik, hogy valaki belesüllyed a depresszióba, hogy most akkor mi? Az van, hogy Jézus Krisztusban megváltott téged az Isten, és alkalmad van kinyújtani a kezedet, a Jézus Krisztus a megjelent üdvözítő kegyelet felé. És magadhoz szorítani, és boldognak lenni innentől kezdve. Egészen addig, amíg egyik markával át nem lesz majd a másikban, én így szoktam a halált apostrofálni. Majd biztos nem lesz könnyű, de hogy ez történik benne, az egészen biztos. Igen, a múltkor is az üdvösség kérdést tekintett, hogy ki így, meg ki úgy, ott kevesebbet mondtam, mert hadd mondjam, hogy ez úgy van, mint egy másik példázatban írja az evangélista, hogy együtt nőtt a búza meg a konkoly, és a tanítványok ki akarták szedni a konkolyt a búza közé, ami már csak akkor látszott meg, amikor felnőtt mind a kettő, előzőleg annyira hasonlítottak egymásra, hogy nem lehetett látni. És Jézus azt mondja, hogy neki ne fogjatok, hogy melyik a búza, melyik a konkoly. Egyrészt. Másrészt, hogy Jézus Krisztus áldozata valakire ne vonatkozzék, ha ő azt akarja. Én ezt teljes bibliai ismeretem alapján olyan abszurd gondolatnak tartom, hogy nem is akarom. Van valaki még, aki? Ha nincs, akkor azt fogom mondani a tiszteletes úrnak, hogy nem gondolkodunk azon végül is, hogy csak hétfő legyen, mert volt egy olyan gondolat, hogy és akkor két hetente, mert